Vonós négyes és ugráló, szaladgáló vagy éppen a szüleik, nagyszüleik karjában figyelő gyerekek. A legkisebbeknek szól a Pannonfilharmonikusok zenészeinek koncertje. Pécs városának a legkisebb lakóinak szervez koncertet a Pannonfilharmonikusok Babzsák című műsora. Babzsákról, meg tulajdonképpen zenekar összes ifjúsági koncertje azt a célt szolgálja, hogy mindenki találkozhasson a zenével, ne csak hangversenyteremben, felnőtt koncerteken, ne 20 évesen találkozzon először az ember. Tehát leges-leges legkisebbeknek, tényleg 2 hónapos, 3 hónapos csecsemők is jönnek koncertre. Már a pocaklakókra is figyelünk mindig, hisz a magzat is hallja a kül világ zenéjét, zajait. A pici babáktól kezdve várjuk a legkisebbeket 3 éves korig a Babzsák koncertünkre. Ezen a hangversenyen az állandóság a cél, mindig ugyanaz a vonós négyes zenél, hogy a picik megszokjanak minket, megszeressenek minket, ne féljenek tőlünk. Majd a következő programunk a Csigaház lesz, ahol viszont az az óvodás korosztálynak a színtere, ott minden egyes hónapban más hangszercsoportokat ismerhetnek meg. Itt én nem is nagyon magyarázok a hangszerekről sem, itt nem ez a cél. Egy 2 hónapos babának az a célja, hogy az anyukájával, nagymamájával tölthessen egy 3/4 órát. A műsorunk első fél idejében van egy 20 perces mondókás, éneklős rész, ami azt a célját szolgálja, hogy a szülő a rohanó hétköznapokban összecsiszolódhasson, lenyugodhasson a babájával ölelve, ringatózhassanak, és megérkezzenek jó értelemben a zenéhez, a hangversenyteremhez. Általában Rubi Zsuzsanna zeneterapeuta van segítségünkre, ebben a hónapban kivételesen Varga Judit lesz velünk. Judit egyébként a zenekarunk hegedűse, aki emellett gitározik is, háttérben már lehet hallani, és ő fog ma mondókázni, dúdolni, dalokat tanítani a piciknek. És ezen kívül a vonós négyes a fő szereplője. Ez egy részlet volt a nevezzük bemelegítő foglalkozásnak, ami után következett a vonós négyes. Általában Mozart zenéjét játsszák a gyerekeknek, de figyelnek az aktuális ünnepkörre is. Februári műsoruk a farsanghoz kapcsolódott. 20 perc Mozart muzsika az, ami a vonós négyesünk feladata, ami lehetőséget teremt arra, hogy megismerjék a zenéket kicsik. Mai nap egy kicsit extra lesz. Egy farsangi mulatságra hívjuk a piciket. Nem rég volt Valentin nap, és terelmes dalokat, tangót, keringőt fogunk játszani sok rövid zenével. Próbáljuk megismertetni a piciknek, illetve szüleiknek, hogy milyen izgalmas lehet egy vonós négyes muzsika is. Minden karácsonykor Corelli zenéje szól, és játszottunk Haydnt is piciknek. Nyilván 20. század felé, nagy romantikusok felé nem megyünk el egy vonós négyessel, mert az már lelkileg is megterhelőbb a babák. Egy évadban 8-szor tartanak Babzsák koncertet. Legközelebb áprilisban várják a legkisebbeket és szüleiket, nagyszüleiket a Pécsi Kodály Központba.